immár az M4-en jelentkezik hétről hétre klubunk televíziós magazinja, a Fradi TV. Műsorvezetőként továbbra is Kovács Kokó István és Tóth Tímea várja nézőinket. Tőlük kérdeztük, mekkora változással járt a csatornaváltás. Átkerült a Fradi TV az M4-hez, mekkora változás volt ez? A Fradi TV életében nagyon nagy, nekünk a stáb életében talán kisebb, hiszen ugyanúgy Timivel vezetjük a műsort, és ugyanolyan szerkesztési alapelvek alapján dolgozunk, de az biztos, hogy képi megjelenésben, elérésben egy óriási nagy lehetőséget kapott a Fradi TV, hiszen eddig egy kábeltelevízión viszonylag limitált nézőszámhoz tudtunk eljutni, most pedig az egész világ, legalábbis az egész ország tud minket figyelemmel kísérni, ez egy nagyon-nagyon jó dolog nekünk is, és persze a reményeink szerint a Ferencvárosi Tornaklubnak is. Hát olyan nagy változás nem talán abban, hogy most már egy kicsit más a felállás és más a forgatókönyv, tehát most helyszínen vagyunk, ami szerintem sokkal emberközelőbb és jobban tudunk így dolgozni. Én bízom benne, hogy az M4-el is tudunk majd együtt dolgozni. Nekem kihívás lesz, mert hogy hallottam, hogy ez a műsor élőben is fog majd menni a közeljövőben, úgyhogy én kíváncsian várom és tényleg izgatottan, hogy mi lesz majd. A második adásunk vezetőanyaga egy interjú lesz Tomasz Dóla, a 6,5 percben kérdezzük, én azt gondolom, hogy ez egy exkluzív interjú. Aztán bemutatjuk, hogy a felkészülés hogyan végezte csapatunk. Itt talán a különlegesség az lesz, hogy Nagy Ádámot megkértük, hogy mutassa meg, hogy milyen erekéket tárol az öltözőjében, és ő annyi titkot elárulunk, hogy egy nagyon fázós játékos, tehát azt is megkérdeztük tőle, hogy hogyan védekezik a hideg ellen. A műsor második részében a női kézilabda, a vízilabda, illetve a birkózás lesz fókuszban. Itt ebből csak annyit szeretnék elárulni, hogy Varga Zsolt megmutatja nekünk a festményeit, ugyanis nem tudom, hogy hányan tudták, ő nagyon ügyes, nagyon komoly kézi tehetsége van megáldva. Fradi TV kedden 20 órától az M4-en. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu. Zöld és Fehér, e két cím mindennél többet ér.